harang szóra, lámpásokkal, mécsesekkel gyülekeztek a Hősök terén a Szőnyért Molaért tanácsadó testület Márton napi rendezvényén résztvevők november 11-én. Majd a színes óvodások vezetésével elindultak a Kemencés ház udvarára. A színes óvoda pedagógiai programjának egyik fő eleme a hagyományőrzés. A Mártonnapi ünnepség is hosszú évekre nyúlik vissza, mely olyan sikeres lett, hogy az idő múlásával kinőtték az óvoda falait, és a városrész programjává vált. Az óvodában egész héten már a Mártonnapra készülünk, libás verseket, dalocskákat tanulnak a gyerekek, az óvonénik Mártonnappal kapcsolatos kis történeteket mesélnek a gyerekeknek, hogy megismerjék ezt a nagyon fontos kis történetet. Libás kis színezőket színeznek a kisebbek, ezzel kapcsolatos különböző fejtörőket oldanak meg, és lámpásokat készítünk már a hétvégi felvonulásra. Minden csoport egyedi lámpást készít, minden csoport témás, nagyon érdekesek és különlegesek ezek minden évben. Ezekkel a lámpásokkal vonultunk ki idén a Hősök terére, ahol összegyűjtöttük a csoportjainkat. Minden csoportnak volt egy csoport jelképe, és e köré gyűltek a szülők, a testvérkék, a rokonok, ismerősök, és onnan indultunk egy igen hosszú sorban ide a Kemence Egyesület udvarára. A Kemence Egyesület minden évben színes programmal várja a látogatókat. Fantasztikus fellépőnk volt. A Móra Ferenc iskolának a diákjai adtak elő egy néptánc csokrot a számunkra. Itt debütáltak először. Nagy tapsot kaptak, fantasztikus táncot mutattak be valóban. Majd utána a Szönyi Nyugdíjas Klubos citerazenekar játszott nekünk, és utána pedig a Garabonciás Együttes egy fantasztikus, nagy össznépi táncra hívta a jelenlévőket a tábortűz körül. És aki megéhezett? De aki megéhezett, az pedig libazsíros kenyeret kapott. Mindig próbálunk túlkészülni egy rendezvényre, de épp az előbb jöttem meg a Péktől, hisz annyira látogattak el hozzánk, hogy utánpótlás kellett a libazsíros kenyérhez, és hát természetesen a kolléganői megkészítették a fantasztikus lilahagymas salátát, és forró teával is kínáltuk a hozzánk látogatókat.